Reggel a fej és az áll készülünk. Előtt kelünk, és mikor a virad, jövünk ki fájni, mert itt kint általában a birka supákba, sötét van reggel, mert itt villany nincs, mikor kezd viradni, akkor kezdünk el fájni. A reggel behajtunk az isztrongába, na öreg, menj arrébb! Behajtunk, és utána elkezdjük a fejést. Mámi, én egyedül fejek, a kutya segít kihajtani az isztrongát. Megfejünk, utána, hogy megfejtünk, leszűrjük a tejet, és csináljuk a sajtot reggeli után. Megcsináljuk a sajtot, utána, na de általában ezt vagy a gyerekek csinálják, a lányok, vagy a édesanyja. Vagány, ki anya? Ide gyere csak! És jó van, kis kutya! Megyünk legeltetni. Kimegyünk, meglegeltetünk, akkor 11 óra fél, megáll a birka. Később ősszel, mint most is. Nyáron 10 óra után már leáll a birka, ledelel. Utána szoktuk az ebédet megfőzni, ha kimaradunk a birkával, ott megfőzzük bográsba az ebédet, eszünk, mink is lefekszünk szépen pihenni. Utána délután fél háromkor megint megkezdjük a fejést. Megfejünk, akkor a tejet hazahozzák védett anyába, mert kint a legelőn fejünk meg, ott az isztrongába. Hazahozzák a tejet, az asszony megcsinálja a tejet, megint sajtnak. Én meg, amikor megfejtem, utána indulok legeltetni. Legeltetni, amikor az ember elindul már 5 óra, mert meleg van, és utána megyünk a 10 óra feléig, legeltetünk, hogy jóra jön a lyuk, meg másnap reggelre legyen elég fel. Ez a mindennapi körforgás, ezt így kezdjük egész esztendő, ez így mind egész nyár el, az az 5 óra fejés időszak alatt. Ez így mén el. Utána eljön az ősz, a szeptember, akkor van a gyűzetés, és úgy gyűzetés után már akkor nem fejünk. Akkor tavaszig nincs fej is. Hoppó, ez is meddig volt, ez is. Oh.
eltökélek. Kurvány! Szikszai István vagyok. 1959-ben születtem. Nős vagyok, 4 családom van. Jutenyésztésből élünk, ezt főfoglalkozásban csináljuk, mással nem foglalkozunk. Tehát a szaporulat, a birkának a szaporulata, a tej meg a gyapjú. Hát a gyapjú az már ilyen mellékes termék, mert a gyapjúnak hosszú évek óta van, tehát egy évtizede nincs ára. Tehát itt a fő profil a tej meg a bárány. Ez a birka, őshonos cigája, ebből az országban 2000 darab van törzstenyészetekben. Ez kiveszélyben lévő fajta, ezt az unió és a rendszerváltozás óta a magyar kormányok felismerték, hogy ezt a fajtát fent kell őrizni azért, mert rettent kemény ellenálló ridegtartásra alkalmas, tehát extenzív tartásra, és egy a fajta magába gazdagítja az országnak az állatállományát. Ez az őshonos cigája birkának jellemző tulajdonság az, hogy fekete pofával, fekete lábakkal vagy kávébarna, tehát a feketének különböző árnyalatai megvannak, tehát barna, sárga, míg sárgának mondjuk mások, barnának, világos barna, sötét barna, tehát a feketének minden árnyalata. Sőt, Ukrajnában, ahogy mondják, vannak fehér cigályák is. Tehát ugyanebben a jellemzővel van az is, csak fehér láb, fehér pofa. A gyapjúja kevert gyapjas a cigája. Tehát nem az a finom merino gyapjas. Annak idején azért szorult ki a köztenyésztésből, tehát még amikor a tégeszek bejöttek, mert a gyapjú a durvább. A posztóiparnak való gyapjúja van. És ezért szorult ki, meg még van egy problémával az őshonos cigájával, hogy ez csak időszakosan, tehát az őszi üzetéssel lehet üzetni. Tehát az, hogy ezt kétszer elletni egy évbe, vagyis két évbe háromszor elletni, nem lehet. Tehát ez kimondott az őszi ivarzása, tehát hogy őshonos, már maga a nevében is benne van, hogy ős birka, régi fajta birka, ez csak ősszel ivarzik. Tehát úgy, hogy évközben nem lehet párosztatni, mert nem is űződik, ezt tett a régi juhászok, mint az én nagyapáim, nagybátyáim, dédapáim, mind arra használták ezt a fajta birkát, ahol úgy éltek, hogy fejték. Tavasszal megellették, tél végén, tavasszal márciusra ellett a birkájuk, májusban elkezdték fejni, és akkor fejték Szent Mihály napjáig, tehát szeptember 29-éig. Fejték, és a tejbű éltek, a sajtokat csinálták, akkor még a sajtoknak nagyobb kelendősége volt, mert volt és ismerték. Sajnos most már oda jutottunk, hogy a birka sajtokat nem is ismerik annyira, meg ha ismerik is, nagyon drága, mert annyira kevesen vagyunk, akik még fejünk. Hát itt Csongrád megyében 5-6 fejünk össz-vissza. De nagyobb részben ezek is már úgy fejnek, hogy a család részére, meg ugye a falun belül ismerősöknek, mert nagyon nehéz munka, nehéz fizikai munka, és nem akarja senki csinálni. Én evel a fajtával nagyon kisgyerek voltam, amikor én már megismerkedtem, mert nagyapámnak, nagybátyáimnak, ahogy említettem, voltak már. Kis, pici gyerek voltam, 5-6 éves, mire így visszaemlékszek, nekünk is voltak, akkor már voltak még akkor is birkáink, egy 25-30 darab otthon a családba, és el lett adva, mert nagyapám meghalt, nem volt utána tovább juhász, már ilyen maszek juhász, 1965-ben az utolsó 25 darab is el lett adva. Én nagybátyámtól 1968-ban kaptam egyet, és én azóta ezt a cigálybirkát tartom.
és szaporítottam. Hát, most már elmondhatom, hogy ennyi év visszatávlatábú, hogy 68-tól most 2006-ot érünk, hogy elég szépen megőriztem ezt a fajtát, fenntartottam, nagyon szeretem. Egyszer ez hobbim, szenvedély, meg a családnak az eltartásához. Ők tartják el a családot. Én ragaszkodom ehhez a fajtához. Még mink cigályások azt el tudjuk mondani, hogy nekünk a Merinó birka az csak birka, a cigálya az jó. Ezt el tudjuk mondani, de csak azért, mert tán nekünk a szívünkhöz közelebb van, meg van tán olyan is benne, hogy értelmesebb ez a cigálya birka, mint a Merinó, mert az csak birka. Ez még jó. Gamósbot, a szűr, a suba, a pitykés mellény, ami rajtam is még van. Hát ez az illendő volna hagyomány szerint úgy járni, de hát ez már olyan horribilis pénzbe kerül nekünk, hogy már mink ezt nem bírjuk megvenni se, mert másra kell mindig a pénz a család eltartására. Az igazából a gamósbot, a bicska tartó bicska, azok még, meg ez a pitykés mellény megvan, a hagyományőrzés. De már subát nem bírjuk megvenni, mert nagyon drága. Nem ilyen kis egyszerű emberek, a hobbi gyűjtők, azok megveszik, de már mind nem tudjuk megvenni. Ment a szálláscsináló, az ment előre a nagyobb cuccokat, az vitt a többi cuccot, vitt a szamár. A hátán a falkával. Szamárnak ez is volt a jelentőség a vándorjászoknál, meg az, hogy szépen vezette a birkát, ment a birkával és a düllőken, hogy mentek a szamár, ment elő, ment a birka után. Tűzön, vízen keresztül át lehetett hajtani a birkát, ha ment a szamár előtt. És nem kellett a birkát töretni kutyával állandóan a düllőkön, mert szépen vezette, nem ment bele a vetésbe. A szamár ment elő, és akkor ment utána a birka, és akkor nem volt probléma, nem kellett töretni, mert arra is kellett ügyelni. Ne töressék a juhászok a kutyával a birkát mindig. Na, amikor így ősszel elindulunk a birkával, reggel mindig a reggelit, ebédet ebbe a bakóba, mink így mondjuk, hogy bakóba beletesszük, visszük magunkkal, és reggel elindulunk legeltetni, akkor messzire járunk, mert nem járunk be a supához deleltetni, mert már a hideg ősz van, akkor nem kell bejönni deleltetni, egész nap legeltetünk, akkor az ennivalók magunkhoz veszük, és menet közben, hogy megyünk a birkával, megreggelizünk, délbe gyújtunk tüzet, ha olyan helyt vagyunk, egy kis tüzet, sütünk szalonnát, vagy épp pont feltesszük a bográcsot, ha van nálunk bogrács, olyan messze vagyunk, hogy bogrács is van nálunk, megfőzzük a kis ebédünket, meleg ételt teszünk, és utána megebédelünk a birkát, legelészik, délután este fele, sötétedés fele ballagunk be a birka supához, vagy a telepre, ahol éppen tartózkodunk meg, ahol négyszer kázni szokott a jószág.